Szervusztok, sáncok! Nyugi, jó helyen jártok, mert most bizony belevetjük magunkat a Diablo 4 Midwinter Blight-os eventjébe, és noha a Season 2 megjelenése óta nem nagyon játszottam, most egy kicsit visszatérünk. Úgyhogy ezt fogjuk most játszani, ez egy különálló, hát igazából nem hozott új területet, viszont egy különálló régión, ami azt hiszem a Fractured Peaks, vagy nem is tudom, hogy milyen nevet viseli, egy lila event található, ahol a Midwinter Blight-os event van. Hát ez hasonló, mint a Season 2-es event, vagy mint a Helltide, egy egész megyére vonatkozik, és akkor ott kell különféle feladatokat megcsinálni december 12-e és január 2-a között. Karakter osztályonként van egy külön jutalom a hátra. Most így nem tudom, hogy itt melyek lennének, de hogy van 8 különféle fegyverre kinézet, klasszonként ugye egy hátraakasztott cucc, egy mount trophy, illetve két title-t lehet szerezni eventes bosszölésért. Hoztak be egy új elixírt, ami növeli a max HP-t, a lucky hit chance-t, illetve az XP szerzést, tehát ez egy darab elixír tud ilyet, illetve hoztak is egy új aspektet is közben, ami attack speed-et növel, illetve movement speed-et, hogyha teljesülnek a feltételek. Az egész event egyébként kiobásban indul. Úgyhogy most ez lesz az, amit megnézünk. Rég léptem már be. Kíváncsi vagyok, srácok. Ja, és még Vörtír 4-be sem mentünk át amúgy. Sajnos. De már közel állunk egyébként ahhoz, hogy azt megcsináljuk. Azt a Capstone Dungeon-t. Az biztos, hogy a legutóbbi stream óta én játszottam a játékkal. Tehát, hogy nem 64-esen hagytam abba. Meg azóta a talentet is átvariáltam. Ja, Fracture Peaks. Na és akkor el kell menni kiovásba. Nyomod a melódben. Itt van The Midwinter Blight. Iva, I don't think I've ever introduced myself to someone I've sung about. Because I sing about a lot of things, I mean. Gillian, traveling bard. Egy utazó bárd. Amit mindenféleképpen meg kéne csináljak, az ez. Tehát 52-es szintnél járunk jelenleg, és hát a 90-esig el kéne jussak. Legalább ennyit meg kéne csinálni ebben a szezonban, de január 23-ig még erre van idő. Event Shop. Szóval ezeket nem is tudjuk megnézni in-game, ezek itt a trofik, egy, két... aha, és akkor az az, ami a nekrónak van. Hát nagyjából mindegyik trofi ugyanúgy néz ki. Van, ott van a mountos cucc. Aha, mountos kozmetik cucc. Tomahawk kinézet. Dagger kinézet. Totem kinézet. Shield. Uh-huh. Ott van az aspect is. Egyébként. Midwinter cache. Armor, gem fragment. És... Gillian brúja. Hát... ez elég megúszós lett, srácok. Az a helyzet. Ez a shop, ez elég megúszós téli eventre. Hát mit tudom én, egy mount skint? Vagy egy setet? Hm.
Nem erről tették meg magukat. 6-8 óra alatt kiszedhető minden? Jó, én most itt nem nagyon akarok semmit se fejleszteni. Csak akarok haladni a küldivel. Fractured Peaks is always dangerous. But now, in these deep winter months, monsters of an entirely different sort stalk us. During this time, this Midwinter Blight, we aim to inspire hope that endures in the darkness. I'm no fighter, but a hero of song such as you. If you hunt these monsters and bring back proof, we can display it in this square, both as a ward and a promise of fortitude. Szörnyeket kell levadászni, és bizonyítani kell, hogy levadásztuk őket. Ez a currency, és akkor ezeket lehet venni belőlem. Jó. Activity-k vannak, monsterek vannak. Blighted Fragment, Lost Heirloom, Red Cloak Trophy, ezek a materiálok. A Midwinter Proof, igen, az, amit ott el lehet költeni. Upgrade-elni lehet a Midwinter Square-t. Ha, az mire lesz jó, srácok? Midwinter Blight. Na jó, itt most akkor kimegyünk. Ja, valószínűleg ilyen 58-as szint körül hagyhattam abban. Lejtettem amúgy, hogy ez a build, ez mekkora fán. Egy pillanat. Na, itt vagyok. Csak kellett egy kód gyorsan. Jobb módot arra egyébként, hogy haladjunk ezzel a terventen, nyugodtan mondjátok. Azt szívesen veszem. Kovácsnak a fia. Trembling Hand, ez mi lehet? Ó, igen, hát igen. Ebből is összejött nem kevés. Nem gondolták túl ezt az eventet? Hát ja, így a jutalmak, meg a tennivaló, az eléggé, ahogy fogalmaztam, ez ilyen megúszós.
20 perc alatt kiszedtem 20 senköt. Ó. Oh. Érdemes kiszedni az új aspektet? Nektek az hogy tetszik? Hogy tetszett? Nem rossz az új aspekt? Nem rossz az új aspekt, de a te buildedben nem való. Ajaj, hát akkor... Az szomorú. Ez viszont új event. Vagy legalábbis... Egy kicsit változtattak egy meglevő eventen, nem? Ez amúgy mekkora királyság már. Ez új event. Ja. Azt, milyen hangja volt. Ez az új boss. Nem, srácok? Emlékeim szerint. Ez az új boss. Ja, ott volt. Kidobta a trófáját. Kísérje, hogy mi a jutalom? Vagy nincs érte jutalom? Hát én ezt most nem igazán értem. Elvileg van érte jutalom. Ja, mondjuk ez kell a fenének. Ha lenne Diablo 4-em, segítenék, mert nem dolgoznék. Gyorsan visszaszaladunk, ha már megcsináltuk a viszperes fát. A játékban amúgy több potenciál is van, szerintem persze kérdés, mennyire sok meló kidolgozni, vagy mennyire akarják. Hát nem tudom, most így... Min ügyködnek. Most ezt jól láttam, hogy nem volt töltőképernyő. Hanem csak itt, aha, ott most megkaptuk a jutalmat, hanem hogy ott jobb oldalt ott voltak is loading. Ilyet nem láttam még. Gyorsan eladjuk a haszontalan cuccokat. Most szabadságon vannak? I can fix it. I can break that down. Jó világ. Ide beteszik a chest 4-be azokat, amiket majd úgyis át kell nézzek. Na, és akkor mehetünk vissza. Jó világ van itt szabadságon. Ha van töltőképernyő, akkor nem. Akkor rosszul láttam. A fragmentet, ezt hol látom egyébként, hogy ez hol gyűlik egyébként. I won't forget this.
meg ezek az új currency-k, ezek hol, 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 hol gyűjtődnek? Itt. Aha, oké. Okay. Üdvözlő, srácok, hari hari. Aha, oda, oda kéne elmenjünk majd. Ó, Diablo 4, de rég volt már. Hát, szerintem két hónap, nem? Azóta nagyon nem nyúltam a karakterhez, léptem azt hiszem így 5 szintet, hanem már 5-et. De például nem mentem még át Körkül 4-be sem. Nem mondom azt, úgy akartam, hogy veletek. Goblin eddig is itt volt, nem is figyeltem. Mármint, hogy nem láttam a jelét. Ez most spawnol látott ide? 5 percünk van amúgy erre a feladatra. A totem summonölte le. Wow. Én két karakter kimaxoltam, de a szezonban várom a következőt. És ez az event, ez nem mozgat meg is. Láttam amúgy Vicsike is írta, hogy neki is parkoló pályán van. Hát, amúgy arra gondoltam, hogy ha a következő szezon sezlony, a következő sezlony se hoz nagy újdonságot, akkor nem a nekrót fogok húzni. Mármint, hogy lehet, hogy nem meg tudok fogok húzni. Állandóan csak D4-es sebzés az. Hát látod, itt csak ilyeneket lehet squat. Rakani Shu. Na-na. Na-na, ne bántsátok. Gyertek, gyertek, hopp. Húztál meg egy sorsot, aha. És melyik tetszett jobban? Új, a murmuring obolyaink azok így telítve vannak, srácok. Na most lesz a baj, mert most lehet, hogy újra ketem olyan vagyom, hogy mi is kell ehhez a buildhez. Szóval el kéne költsük.
El kéne költsük. Tök jó, hogy amúgy ezt a karaktert ide berakták. Régebben ő ott volt, emlékeim szerint, vagy ott. Rúgó nem nagy kedvenc, de nagyon jó volt a sorci. Egy vízperinkéjünk van. Jöhet a kétkezes. Mondottam, hogy amúgy ebben nem lesz sem. Bár, lehet, hogy ez egyik jó. Mint hogyha ott amúgy lenne egy jó aspekt. Ez lesz majd itt a nagy feladat. Halmozom srácok a feladatot. Ez milyen jól néz ki. Bár nekem jobban tetszett, amikor a karakteremet mutatta. De valószínűleg ez most az event miatt van. Hogy ez a számszerű, ez itt mozog. Viccesen néz ki. Gyors volt. Ez gyors volt. Nem láttad? Biztos lesz még ismétlés. A totemekbe ízék lehetnek elrejtve amúgy. Treasure goblinom. Menő, amúgy. Hát ha szeretné jönni, nyugodtan szerint.
Börténébe vagy? Hát én három vagyok. Menő ez a nagy akna, fagyos akna lövés. Azt hittem egy pillanatra, hogy eltűnt a karakterem feje, de a karakterem feje olyan, mint egy hógolyó. Miért néz ki ilyen furán ez a rész? A Blight miatt? Tessék! Igen, ez a lila rész most az eventes. Csak azt nem értem, hogy ez itt micsoda? Itt ez miért... miért ilyen? Hát a lilaság az megvan. De hogy miért ilyen fura, az nem vágom. Úgyhogy... ez furi. Lehet, hogy ott bágos lenne. Ez a jó, amikor ilyen rohadt sokan vannak. Elnyúl. Sok goblin van amúgy. Kromatikus aberráció. Jövök. Mindjárt. Tessék. Jövőnek a cuccak közben. Nem túl nagy cucc ez az event, csak farm, nekem kb. 7 óra alatt megvolt minden. Most még farmolom a potikat, mert elvileg megmarad eventben. Aha. Elég király amúgy az a poti.
Szeretjétek most azt az eventet, amit vár tőlünk a játék, hogy kompliteljünk. Azt vajon hol kell? Valamit nem vettem észre. Ott ahol felvett, én nem vettem fel semmit. Mármint, hogy itt valakik harcoltak, én meg itt beleszóltam. De hogy most itt hol kéne ezt megcsinálni? Nem, gőzöm sincs. Hozzá, sárga, ha jól emlékszem, aha. Legion event lenne? Azt mondja, hogy itt az Eastern passzon belül kellene eventet csinálni, csak hogy így nem látok semmit. Aha, ott van. Ja, ez az, ami kell. Na, ez legalább szóló volt, hogy most az is kiderült, hogy ezt így World Era-ról tudjuk szólozni.
Nem tudom, az a helyzet, hogy már nem emlékszem, hogy ezzel most menne a Capstone Dungeon. De egyelőre most úgyis az Ementtel akarok foglalkozni. Mindjárt szint lépés. Vörös vagont keresek, srácok, vörös vagont, hogy elállítjátok, szóljátok nyugodtan. Nem. Vagy mi az sátor, camp? Nem is vagon. Azt hittem ez vagon, de amúgy nem is sátor tényleg. Attack speedünk lesz. Jó, és akkor van még ott egy olyan, meg van egy dungeon-os is. Jól csinálom amúgy az eventhez a dolgokat, kacok. Nyugodtan szóljatok, hogyha nem. Ez most nem így terveztem. Igazából ezeket off-olhatod és simán menni körbe-körbe, legalábbis én azt csináltam. Aha. De ezek a Lost Frigidek amúgy, ezek a totemek, ezek amúgy kellenek. Kenesen elszerződsz venni forgástól, pedig ez ilyen bírt. Ugri-bugri. Azt még nem is rugó. Bam, bam. Totemek mellett még mire érdemes figyelni, srácok? Ez jó.
Totem event ennyi. Aha. Ja, valószínűleg amúgy ez a... az event miatt nem látszódik olyan jól a térkép. De igen, ezek a vévesek, amikor nagyon sok a mob, az a legjobb. Az a legesleg szuperem. Várj, amúgy azt mondta, hogy oda úgy kell menni, hogy eljövök ide. De valójában a GPS hülye volt, mert hogy nem arra kell menni, amerre ő mutatja. Sima world eventeket kell nyomni, itt totemet keresni, meg a kék kuhás kis dögöket vadászni, amik haladják a fragmentet, aha. Hát jó. Hát akkor tényleg ez... Köszi egyébként az infot. De hát ez akkor tényleg nem... Nem valami nagy duranás. Az első téli event. Hát amúgy ez... Tehát a Season 2 eventje az gyakorlatilag ez egy átszínezett Helltides. Ez az event, ez a Midwinter Blight, vagy micsoda, ez gyakorlatilag ismét egy átszínezett Helltide. Az Abatoir of Zir, az micsoda? Az micsoda? Az is ez a Midwinter eventhez tartozik? Jó, amúgy nincs igazam, mert jöttek be überbosszok is. Level 100-on, fullos journey-nél, Greater Rift-szerűség. Diablo, please. Megy a wallhack, igen. A fullos journeyhez ahhoz PvP zónába is kell menni, igaz? Amúgy én a PvP zónát azt élveztem múltkor. Azt hiszem egy órát eltöltöttünk ott. Mert hogy nem volt player. És ugyanúgy tök jó volt. Aha, kell a PvP zóna. Az ahhoz meg kell a fullos journey, nem? Vagy a fullos journey, ehhez nem kell mindent megcsinálni. Elég, hogyha azt a... Elég, hogyha complete. Vagy hogy kell a fullos journey? Én bementem, megöltem valakit és kijöttem. Uber Unique esetlen? Hát nem játszottam annyit. Nem játszottam annyit, meg Uber Unique nincsen World Tier 3-on. Szerintem. Elég a complete, nem kell a fullos. Ja, oksa. Szerintem az Uber Unique-ok csak World Tier 4-nél esnek.
Ja, azért kérdeztem, hogy fullos kell-e, vagy elég, hogyha complete. Mert akkor nem kell minden feladatot megcsinálni. Völtinél mi esnek az überek, aha. Na itt van a véves feladat. Egyik legjobb. Egyik legjobb. Kifutottunk az időből, sajnos. Nekem kb. 200. Try Duriánél egy Maltese Heart of Selig végre tudok immortál bildeket gyártani. Hoppá! Na, gratula hozzá! Nem, még nem esett nekem ilyen. Sakkóért megy a küzdelemben? Vagy mi az, ami még nem esett ki neked? Hát én még Duriánél se voltam. Ez azért van, srácok, mert hogy így... Hogy mondjam? Nem vagyok annyira motivált, hogy Diablo 4 ezek. A primary resort húzza lefele sebzésnél, mikor téged csapkodnak az élet helyett. Elég szívós lesz ezzel a kari. Wow! Az mondjuk elég beteg. Na, ezeket kell majd átnézzük. Hol lehet ez a pedesztálos?
Megvan. Van 190 milliárd. Nekem még csak 23. Na, mindjárt megnézzük, hogy mennyi csengőnk lehet. Ezt most hogy kéne megnézni, srácok? Elmegyek a vándorló bárthoz? Vagy hogy kéne ezeket a materiálokat átalakítani? It is done. A bád mellett van egy asztal, aha. Opsa. Vissza az öventezés, egy másik ember átalakítja, oksa. Hoppá. Ja, látom. Na nézzük, mikor kezdtük. Hát, majdnem egy órája. Uh-huh. Ja, ez az új event, fish. A csengőkből lehet venni ízét, mindjárt mutatom. Ó, és pénz... Ja, látom már. Látom már, hogy ilyen jutalmak is vannak közben. Jó. És akkor ilyeneket lehet venni a csengőkből. Tehát lehet venni elixírt. Ott van, hogy 39 percre max life, lucky hit chance, illetve XP jobban jön. Ja. Tudom, egyelőre nem kellenek ilyenek. Ja, amúgy be is törhetném. Annak talán több értelme van. Mindjárt mutatom az aspektet. Movement speed-es, meg attack speed-es emlékeim szerint. Látok, csak hol is lehet betörni? Aha, itt.
Ja, ide akartunk jönni. Na, itt van. Nem tudom, mi lehet ez a Knight's Grasp. Dawn's Haste-et kapunk, ami növeli az attack speedet és a movement speedet. Tehát... ha a Midwinter Ward empowerel, és úgy ölünk meg egy elemit, akkor csökken a Knight's Gasp-nek a gyűrésönye. Ez egy nekró képesség lehet? Vagy ez most micsoda? Amúgy. Ez valami all class cucc. Na jó, de hogy kapcsol ez be? Ja, hogy ez a unique cucca az aspektnek. Van erről valami videó? Hogy ezt hogy kell elképzelni? Egy pillanat, srácok. Shard of Dawn. New Midwinter Blight is insane. Na nézzük. Na, mutassad. Aha. Felrakod, és akkor ott Dawn is waiting to break. Tehát, hogy így random. Mármint, hogy így visszaszámlál. És akkor így van, amikor be van kapcsolva, van, amikor meg ki van kapcsolva. Ez amúgy elég jó. Tehát itt látni fogsz egy buffot, hogy éppen várakozik. És hogyha várakozott, akkor utána meg bekapcsol. Amúgy ez az attack speed, ez érdekes lehet ebbe a buildben. Na hát, ez biztos, hogy kell. Megy is. Aktiváljuk is. Na és akkor most mehetünk ki. Azt farming. Ja és... biztos, hogy van valami. E, vagy mit is kell nyomni? Q, J, U, U. Ja, ez az. Gondolom most már nem hosszabbítja meg. Hát ez most már 39 perces maradt. Nem figyeltem. Incense-t is aktiválja, ha fejlődni szeretnél. Az van nálam? Az craftolni kéne mi? Ja, olyanom nincsen. Köszi amúgy az infót. Na, visszamegyünk, akkor majd csinálunk olyat, hogyha tudok. Igazából meg kéne csinálni a Capstone Dungeon-t. De lehet, hogy majd a ilyet a stream végén csinálunk. Mizuponics.
Két-három órás megbeszélés? Nekem egyszer azt mondták, az nem jó megbeszélés, amit nem lehet lezavarni negyed óra, fél óra alatt. Legalábbis programozó berkeken belül. Ez a nem jó megbeszélés, ami van. Ha gondolod és vagy olyan 9 után, akkor pár nehezebben nehezebb cuccot beüthetnénk neked, és akkor utána könnyebbek kell csak szívni. Aha. Hát, igazából nekem nincs baj az, hogy szívni kell. Csak most jó nagy elmaradás vagyok, és alapvetően amit most így szívesen mutatnék nektek, az, hogy ez az új content, ez az event gyakorlatilag. És hát szomorú vagy nem szomorú, de újra kell tanulnom amúgy, hogy milyen itemeket kéne szednie ez a buildhez. Ez az egyik. A másik meg az, hogy át kéne lenni World Tier-be. És hogyha amúgy ez már megvan, nem tudom ez mennyi időt ölelne fel. Amit meg lehet tartani negyed óra alatt, az lehetett volna egy e-mail is. Ez már munkadásra, meg kicsit. Nekem ezt mondták. De annó nekem is ilyen órás megbeszélések. Órás vagy annál több időt felölelő megbeszéléseim voltak. Kevés dolog amortizálna jobban, mint a végtelen mindingeres. Nekem azt tetszett a mindingelésben, most így visszagondolva. Hogy én ilyen teljesítmény alapú fizetésem voltam, és a meeting is beleszámított, úgyhogy én arra emlékszem, hogy nagyon szívesen végültem a meetingeket. Az rémlik. Nincsen clip szoba a Discordon? Nincsen. Nincsen, mert volt, de nem használta senki. Hú, na most ez! Jesus. Köszi szépen, Dániel, a támogatásodat, imádom 13. hónapja.
Na. Jövő héten leszek-e még? Leszek, leszek jövő héten. De még nem tudom pontosan, hogy alakul. Az a jobbik eset nekem a belső meetingek például kiestek a számlázható órákban. Hát... Hogyha nem fizettek volna a meetingekért, akkor biztos nem lettem volna lelkes egyébként. Úgyhogy jövő héten még pereg, persze. És én mikor fizetem nektek ki az itt eltöltött óráit? Folyamatosan, Konix. Éppen most is ki vagy fizetve. Kapod, hogy szórakozhatsz, né? Csak he-he-hi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 
Ahoává, tetszett? Na tessék. Nagyon gyorsan lehet amúgy fejlődni. Nagyon gyorsan lehet fejlődni a Battle Pass-szal. Legalábbis ezt tapasztalom így ebbe a szezonba most. Jövő héten 10 percenként amúgy kéne sorsolni, mert akár most is lehet, nem? Azt kéne csinálni. Egy moderátor kéri a sorsolásokat. Én meg majd a stream végén kiosztom a kódokat. És akkor végtelen sok sorsolás lehetne, srácok. Na tessék, szereztünk ilyet, és most megyünk visszafelé. Mondjuk arra. És ha már itt vagyunk, akkor kéne eladni, illetve bankba tenni cuccokat. Common Magic? Szóval incense. Csinálunk füstölőt. Meglepődnék, hogyha innen egy tárgy is upgrade lenne, bár valószínűleg amúgy lesz. Lesz egy tárgy, ami upgrade. Gyorsan elugrunk füstölőt craftolni. Melyik jobb? Nem fizetnek, de eszméletlenül jól szórakozol, vagy fizetnek, de halálra unod magad. Hát az előbbi. Az előbbi. Mármint, hogy így nyilván jó a pénz, mindig jó a pénz. Egyébként.
De én nagyon, nagyon nem bírom az unatkozást. Ezzel a hanggal? Hát most, na, hát de igen. Amúgy hol lehet incense craftolni, srácok? Utolsó tab. Köszi. Melyiket érdemes? Ja, látom. Ja? Ja? Aha. Armor 5%, int 5%, willpower, aha. Resistance, HP, igazából mehet a HP-s. Mindet. Tessék. Ha kiértünk, akkor elnyomom a füstölőt. Minek a megöléséhez kell a füstölő? Démoni dolog megöléséhez. Itt meg nagyon sok démoni dolog van. Aragon tábláról is kéne pakolászni. Felmegyünk 66-os szintig, kivágyjuk amit ki lehet, aztán ennyi. Mennyi csengőbe kerülnek a háti zsákok? Amúgy srácok. 20-ba kerül? Tök rossz, hogy most nincs ilyen event. Kéne néznem a térképet, hogy hol lehetnek sima eventek. Húzba kerül a Mount Back, pedig 50. Event, ez kell nekünk. Na, tehát ott például lehet ebben. Ott is az event. Trophy 50, Weapon Cosmetic 20, Mount Trophy 30. Aha, szóval akkor 50 kell, amit én akarok, aha. Ez
srác nyomta itt a cipeléseket. Amúgy tetszett, amit írtál Konix. Még... még 5 óráján. Hogy várod azt a pillanatot, amikor megjelenek sapkába, és streamelem a slotot. Ez nagyon tetszik amúgy, hogy ennyi Treasure Goblin van. Mondjuk lehet, hogy amúgy kicsit túl sok is van. Sok hasznos pluszot egy 100-esre? Ez az event? Hát ez inkább kinézet, nem? Mondjuk vannak ilyen zacsfi, ja, hogy a goblin, ja értem. Akkor a fejlődés az jól jön azért, aha. Igen, most is van a slot a streamen, skill slot. Kövi event. Ott. Vagy amúgy most elnéztem? Nem. Kövi event, mondjuk akár ott is lehet. Az alt, az első, az a poti hasznos, meg az aspekt, a többi csak az, mert egy... Ja, aha. Na ez jó lehet. Ez megint az új event.
Most gyorsabban halt. Sokkal gyorsabban. Jó, kövi event hely, mondjuk ott. Hát ugye amúgy ezek az event helyek, potenciális event helyek, ezek így nem jelennek meg a térképen. Az amúgy jól jönne. Attitűd, hali-hali. Éppen ezt az új eventet nézzük itt a Diablo-ban. Hogy így milyen. Mit hoztak össze. Blizzardék. Hát... ahogy a season-ekkel a Diablo 4-ben ezzel se nagyon erőltették meg magukat. Én nem gondolom magamat annak a sose jó, semmi se jó embernek, de ez... ez, tehát az első téli event, az ilyen megúszós, kicsit csalódott vagyok. Hát én például azt már nagyon várom, hogy legyen loot filter, hogy így igazából kinézek valamit, hogy mit akarok, és akkor ne kelljen utána agyalnom annyit, hogy ilyen gírt akarok. Na most is kellene egy kis idő, amíg így megnézem, hogy milyen buildet kéne egyáltalán építenem. Mert annyi fölösleges stat van a játékban, hogy ezt így nem tudom megjegyezni. De lehet, hogy amúgy csak én vagyok öreg, vagy nem tudom. Ja, ez az event, ami most jött, ez ugyanolyan, mint az, amikor zöld a pálya, az. A Blood Harvest. Season 4-re újra dolgozzák az affixokat, és kerül be Item Filter. Mármint az affixok, amik a fegyverre kerülnek? Azt tudom, hogy voltak ilyen fejlesztőkkel való beszélgetések az elmúlt napokban, bár inkább lehet, hogy hetekben, de nekem érdektelen lett. Season 4-re ígérték a nagyobb változást? Aha. Mi történt? Mi történt amúgy most ezzel a szezonnal, hogy így az ajtók már nem működnek jól? Minden affixot. Na, az amúgy nagyon jó hír. Kíváncsi vagyok, hogy... hogyha amiatt lett ilyen szegényes egyébként ez az event, akkor azt mondom, hogy oké. Ezek az ajtók. Biztos amúgy újra kéne indítanom a játékomat. Áprilisban, de derül ki, hogy mit hoznak azt a Season 4-re. Miért pont április?
Ja, izé. Season 3 az majd izé. Amikor is? Január végén fog indulni. Lesz neki bokana. Kíváncsi vagyok majd Season 3-mal mivel lepnek meg minket, és kb. Az első nap az el fogja dönteni amúgy a Season 3 első napja, hogy mennyire érdekes lesz számomra a szezon. Gyanítom amúgy annyira, mint a mostani, de hát majd akkor úgyis kiderül. De egyrészt nem miatt amúgy meg szomorú is vagyok. Szerintem 85% négy belvelte átraknak a Season 4-es projektre, szóval max megint kapunk egy bukhalmaszt, és mondják, hogy élvezzük a hatalmas damokat. Aha. Nagyon jó. És akkor nézzük, hogy hol a kövi event. Elvileg ott lent. Hát, a Season 4 akkor több szempontból is meghatározó lesz. Például, hogy mennyire kell osztoznia majd a Poe 2-nek a Diablóval. Nálam streamben. Nem tudom, én ezzel a szezonnal már ki vagyok békülve, nincsenek underpowered klasszok, élvezem a durielezést, az új Greater Rift is tök jól pusolató content, abban egyet értek, hogy ez az event viszont már. Én megmondom őszintén, nyomtam a Season 2-t, és igazából hát, hogy Az, amit mutattak, az nekem így izgalmas volt 6-7-8 órán keresztül, és ebbe egyébként kis fulladt, de amúgy, tehát hogy lehet, hogy izgalmasabb lett volna, hogyha még gyorsan átmegyek a Wörtir 4-be, és akkor megnézem az új dolgokat, mert hogy azokról nekem aztán fogalmam sincs, hogy az mennyire szórakoztató content B-frame. De hogy így a Season 1 után Season 2-ből fejlődni nekem olyan uncsi volt, és megmondom őszintén, ez amúgy, amit most csinálok, ez most is uncsi.
mert ennél több értelme lenne, hogyha mindezt, amit most csinálok, ezt Börtér 4-nél csinálnám. Na. Jó. És hogy visszacsatoljak arra, amit az előbb mondtam, most, hogy így ezt megcsináltuk. Gyorsan még keresek egy eventet, hogy szintet lépjünk. És aztán átnézem a buildet. És megpróbálok, megpróbálom megcsinálni a Capstone Dungeon-t. És... ez most nagyon jó. És... akkor több esélyünk lesz majd. Megcsinálni ugye ezt a Battle Pass-t. Megértem egyébként, de mióta létezik a Diablo, sose volt izga... Nem tudom. Tehát például, csak hogy mondjak egy példát. Számomra, ami nagyon izgalmas, az, hogy amit a Diablo 3-ban is csináltak, hogy látom a feladatokat, ugye a journey, ott van a journey, hogy mit kell csinálni, tudom, hogy ez nagyjából mennyi időt fog felemészteni, tudom, hogy nagyjából, hogyha elkezdek egy dexes karaktert, mondjuk egy monkot, akkor tudom, hogy egy DH-t még könnyen ki tudok gírálni szólóba. Ott vannak a set dungeon-ök. Ott van például az a heti content, ami a challenge rift, ami amúgy nem nagy dolog. De például az számomra egy olyan dolog, hogy így tök jó kipróbálni egy másik klassz buildjét. Tehát ez egy olyan dolog számomra, ami tök jó, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lehet egy másik klasszal játszani, milyen lehet egy másik build-el játszani. És mégse kell ahhoz felhúznom egy karaktert. Jó.
Az új endgame dungeon elég nagy challenge, ha nem jó a gíred. Hát meg a izé is nagy challenge. Über Lili tetölni. Na, azt például kidobjuk, tessék. Jó, megvan a szintlépés. Nem tudom, mikor térek vissza erre a Diablo, de szerintem egyszer biztos. Én azt mondtam még így, amikor megjelent a Season 2, hogy talán egy év, vagy másfél. Szóval ez ilyen 2025, amikor már így szerintem tuti biztos, hogy jó lesz. Na, szóval amúgy nem összesen beszélek amúgy arról, hogy így mik azok a dolgok, amik így meghatározzák azt, hogy egyes döntéseimet, de például volt egy végigjátszás, amit azért hagytam abba, egy ilyen farming szimulátor, mint a Stardew például, vagy mint a Graveyard. Azért hagytam abba a végigjátszását, mert konkrétan éreztem, hogy mindjárt bealszom. És amúgy én nem nagyon szoktam ilyet érezni játékoknál. Főleg azért, mert itt vagytok ti, és közben tudunk dumálni dolgokról. Volt egy játék, ami abba kellett hagyjam a végigjátszás, pedig nagyon szeretem volna 100%-olni, de full unalmas volt. És éreztem, hogy mindjárt bealszom. Na, az a helyzet, hogy most így, amikor elkezdtem Diablo 4-ezni, most így az event alatt, hát szerintem egy negyed óra vagy 20 perc után éreztem azt, hogy itt bizony ugyanazt érzem, és ez amúgy elég szomorú egy Diablónál ezt érezni. De hát ez van. Ez van. De szeretem a határokat pusholni, úgyhogy azért is gondoltam, hogy átnézzük a buildet, ezek itt maradnak. Átnézzük a buildet, és megpróbáljuk megcsinálni a Capstone Dungeon-t. Hát tudom, hogy ez bíztató. Silent Hill? Nem vágom a Silent Hill-eket, az a helyzet. Nyilván nem aludnék be, előbb állítanám le a játékot, előbb váltanék játékot. De ezt most nem izé sértésnek szánom, csak ez van. Tehát attól én még... Látjátok, amikor Diablo 3 aztán is kérdeztétek, hogy ez, elmondtam, hogy challenge shiftek miatt, de ettől függetlenül, hogyha választom kéne, Diablo 4. Ott egy cica. Na. Valamás a Diablo. Az event. Az event mindenféleképp. Diablóra nem mondanám azt amúgy, de ez az event, ez nagyon rezidens alvó. Nem sok fantázia van eddig a szezonokban és az eventekben, az event is olyan, hogy meh, grind és semmi rivad. Hát ezt nem, amúgy én nem vágom, nem próbáltam, ugye. Na most jön az unalmas rész, VOD nézők azok most fognak valószínűleg beletekerni a streambe. Bloodlands Necro. Persze én egyet értek, csak értem a másik oldalt is, hogy a Diablo 3-ba évek keletek, míg ezek a kontentek eljöttek. Ja, igen, csak igen, ez így van, ahogy mondod. Ellenpélda, hogy jelent meg a Diablo Immortal, ki emlékszik rá? A Diablo Immortal tömve volt kontenttel. És nem azt mondom, hogy úgy adták ki, mint hogyha az elmúlt, nem tudom, 20 év, 19 évnyi WoW fejlesztés, az így egyszerre kiadták volna az összes mindenséget, de hogy úgy jelent meg az Immortal, hogy abban volt content. A Diablo 4 meg úgy jelent meg, mintha a Blizzardnak ez lenne az első RPG játéka. Szóval, hogy így... Nem is értem. És ez az, ami fájó. És igen, amúgy a Diablo 3-nak kellett a Reaper of Souls, hogy jó legyen, és a Reaper of Souls után is egy-két szezonra lett rá olyan, hogy így nagyon jó,
De ettől függetlenül a Blizzardnál ott van az, hogy tapasztalat. És az a tapasztalat az itt nem látszódik. Na. Nézzük, mennyire kell elrezetelnünk a paragonfát. Mennyire vannak már jobb buildek. Az Immortál volt a legjobb Diablo az összes közül? Hát nem, amúgy szerintem nem jó az Immortál, mert mint PC-s játékosoknak nem jó az Immortál. Mert hát nyilván nem azt a közeget akarja kiszolgálni, hanem inkább egy újat bevonzani. Arra amúgy meg tök jó. Mobil gamereknek szerintem egy tök jó RPG-je az Immortál. Én meg itt Diablo 2 Resurrected ezek offline karival. Ha már Diablo 2, olyan modok vannak hozzá, amúgy, hogy azokat is amúgy ki kéne próbáljam. Hát van telefonom, de nem azon akarok játszani. De amúgy true. Igen, ez jó, ez maradt. Mikor frissült utoljára, azt nem is néztem. December 5-én. Jó van, akkor frissült ez a build. Igen. Legegyszerűbb lenne, hogyha refundolnék. Na jó, kezdjük előről, az a biztos. Olyan, mintha attól félnének, hogyha most mindent beleraknának, nem maradna mi későbbre, így meg, hogy hiányos látható a fejlődés. Hát ez biztos amúgy, hogy most így látható a fejlődés. Emlékszem, hogy a Division 1-el is amúgy az volt a bajom. Kérdés, hogy ez baj-e egyébként. Hogy megjelent a játék, egy hónap alatt úgy kimaxoltuk a gémet, hogy már nem tudtunk mit csinálni. És utána bejöttek a setek, azt hiszem, meg az első nagyobb incursion, vagy micsoda. Megcsináltuk. Vártunk rá nem is tudom mennyi időt. Amúgy csak egy-két hónap volt, azt hiszem. És tehát az első hónap kimaxolás után pár hétre rá, vagy pár hónapra rá, nem tudom most így hirtelen, és így utána megint kellett várni egy csomót, és hát nyilván amúgy hát annyi contentet nem lehet belerakni egy játékba, így hogy friss, de hát a Diablo az nem egy új IP, nem az első RPG-ja izének, a Blizzardnak. Következő, ami nekünk kell, ez a Blood Buff. Blizzard mindenek felett. Ja, amúgy Ha már ugye Blizzard, sokkal szívesebben Season of Discovery-znék, vagy retail-eznék most egyébként, viszont a kedvenc RPG-mhez, jött egy event. Egy téli event. És én imádom a téli eventeket. Legyen szó bármilyen játékról, amivel így szeretek játszani. Mindenféle irónia nélkül mondom ezt most amúgy. Oké, még 10 pont. És hát ez... Hát ez... Gyengusz. Megtaláltam a szót, amit akartam mondani. Na, kell nekünk egy olyan Blood Drinker.
Jó, az van blood drinkerünk. És akkor kell nekünk egy territory. Szerintem amúgy nincsen meg minden glyphünk, de megvan. Ami kell, hát jó. És akkor innen tudunk majd tovább menni. Szuper. Most jön a nehezebb része, mert most ezzel meg vagyunk. Most jön a nehezebb része. Item válogatás. És ez azért nehéz, mert két hónapja játszottam. És képbe kell lennem a stat priókkal. Na. Nézzük. Overpower, CC, Crit Strike, Vulnerability. Uh-huh. Jó. Tehát ha van Overpower, az nagyon jó. Oké, akkor nézzük a... Nézzük a sapkát. Sapka, mi kell rá? Max Life, Armor, CDR, Attack Speed. Hát ez így offos. Amúgy igazából azt kéne nézni, hogy mi van 700 fölött, és akkor talán jobb lenne, de szerintem 700... Esik olyan, ami 700 fölötti? Hát biztos, hogy esik amúgy valahonnan. Kukázzam azokat, amik 700 alatt vannak amúgy? Mert fejből kéne ezt... Ja, igen. Az a helyzet, hogy hát én is a memóriám... Na, 725-ös tessék. Ja, amúgy akkor ezeket kukázni kell. Igen, amúgy pont ezért nekrózok, de hát látjátok, hogy... Azért találtam ki azt, hogy csak nekrózok, mert akkor így könnyebb lesz képben maradni, de hát... Nekem sehogy se könnyű képben maradni. Jó. Igazából azok sem biztos, hogy jók, viszont azok 700 fölött vannak. Aztán így könnyebb lesz a válogatás. Hát igen. Kihagytuk itt a... A hónapokat. Meg nem ilyen hülyeségekkel kéne játszani, mint hogy WoW. Meg Days Before. Ott a láda a kereskedőnél? Ó! Oh, igen, ez is egy olyan változtatás, amit még nem szoktam meg. Na, nézzük újra. Hát az akkor nem. Az sem. Na, az amúgy talán jó lehet. Az is talán jó lehet. Az biztos nem. Például tök király lenne, hogyha lenne ilyen item power-ös szűrő. Hoppá. Hoppá. Csöves WoW. A Season of Discovery meg a retailit el akarja vinni az időt. A WoW-ra szent időt. Aztán most meg a WoW helyett diablózok. Hát ilyenek vannak itt. Ilyenek vannak. Ezek kukába valók. A Day Before-ra kaptam egy oltást? Aha, kaptam. Azt mondták a Day Before-ra,
T-Hunter, legyél tökös, merjed kimondani, hogy ez egy scam, ez egy szar. Hogy élvezhetted? Ilyet mondtak. Ja, azt is mondták. Nem kell ahhoz fejlesztőnek lenni, hogy ilyet tudj csinálni. Én is meg tudnám csinálni, ezt mondták. Ja, tudom, hogy arra gondoltam, amit a szégyen falra tettem ki. Az amúgy komoly. Csak kár, hogy egykezes. Emiatt valószínűleg ebbe a buildbe nem lesz használva. Emiatt amúgy össze is kéne törni. Hát az is egy wand. Az mi? Kétkezes. Jó, az talán upgrade lehet. Leúzta a rolót a csapat, aztán nevet változtattak. Ja, azt mondták, hogy leúzzák a rolót, de csak nevet változtattak, igen. Hát igen. Amúgy? Srácok. Mondanám nektek, hogy nem tudom hány száz órán van a Diablo 4-be, de ez most először. Ez most először van itt az inventorimba. Csak mondom. A Penitent Greaves. Ez itt nem működik? Hát ez amúgy tök jó. Ott vannak amúgy az upgrade-ek. Na itt is mindjárt nyomunk egy válogatást. Mi az, amit meg akarunk tartani az aspekt miatt, mi az, ami mehet betörésre. Nem már nekem annyi volt, hogy nem győztem el. Nekem nem nagyon esett. Itt ugye az a jó, ami 20%-os. A kérdés, hát igen, most az lesz a szívás, hogy azt is meg kell nézem, hogy van olyan aspektünk. Itt a fullos aspekt, ami meg van jelölve. Úgyhogy ezt fogjuk követni. 690-es igazából. Hát hogyha itt van olyan, akkor ezeket biztosan megjelöljük. Tehát ez tuti biztos. Rendezünk egyet. És veszünk még ki innen itemet. Na most jó. És akkor nézegetjük, hogy statokban jók vagyunk. Mert itt a legóknál már, ez fontos lesz. Még akkor is, hogyha 647-es. Max life nincs rajta, amúgy ebbe nem jó semmi. Ebbe sem. Ja, mondjuk ez már chest. Chestnél arra kell figyelni, hogy max life armor damage reduction. Max life armor damage reduction, hát ez offos. Még akkor is, hogyha amúgy item powerben amúgy jobb. Még akkor is offos. Tudom, amúgy le kéne cseréljem a mostanit. Max life, armor, damage reduction. Ja, hát egyiken sincs. Hát igen, továbbra sincs egyiken. Nem kell róla a stat se amúgy. Jó, most jön a fókusz, de szerintem a fókusz az kár is nézzek. Micsoda? Változtattak a build? Nem, amúgy nem változtattak a build-en. Azt hittem, hogy változtattak a build-en. De akkor miért ír ilyet, hogy egykezesre, meg offhandre, ezt meg azt egy... Na várjunk csak. Speed farmingra már nem is a két... Már... Most én bezúztam azt a kardot. Ugye? Nagyon szépen bezúztuk azt a kardot, ami jól lehetett volna upgrade-nek. Mert hogy amúgy már nem a kétkezessel nyomják. Édes Isten. Két ünnep között még nem tudom, srácok. Valszeg amúgy igen. Hát ez szomorú. Hát jó.
Ja nem, ott van, ott van. Hú! Mondjuk ebbe az a jó, hogy van damage, nagy damage per second-je, de amúgy statokban... Statokban nincs ott, de ez jó lesz. Jó. Offhandet is bezúztam? Voltam úgy valami nagy offhandem. Ja, ott van. Hát valószínűleg amúgy az se lesz jó, de legalább van rajta de nagy damage per second. Jó. 26-a után már nem kutyatán leszek. Ho-ho! Megkapod a kis kutyusodat? Szóval akkor most már kell ezt is figyelni, hogy offhand. Critical strike chance, essence cost reduction, cooldown reduction, lucky hitnél pedig primary resource restoráció. Hát ez egyik sem. Tehát hogy egyik sem. Jön a kétkezes kard, kétkezes kardokat most fullosan offolni fogjuk. Egyik se. Egyik se. Kasza. Nem. És egykezes sword kell nekünk. Overpower damage, core skill damage, int, all stat. Majdnem jó, ugye? Ez is majdnem jó. Ez is. Jó, hát akkor meg is vagyunk a fegyverekkel, ez gyors volt. Na, itt olyan kell a kesztyűknél, hogy Bloodlance rankot ad, overpower damage-et, attack speed-et és crit hit chance-t. Aha, igen, ez amúgy majdnem olyan, viszont a izé miatt érdekes lehet, az aspekt miatt, ami rajta van. Ja, és ennyi volt a kesztyű? Oké, akkor, akkor jöhet a nadrág. A potion barrier-t adjon, ez rendelkezik velem. Max life armor damage reduction. Egyik sincs. Max knife armor damage reduction, egyik sincs. Viszont itt van olyan, hogy a korpsz zabálás az blood orbot ad, ez fullos, tehát ez annyira fullos, hogy ez rá is rakjuk a jelölést. Max life armor damage reduction. Hát ezen amúgy van damage reduction, max life, és akkor még kéne egy armor, amit rárólunk, csak a dodge chance az rossz lesz rajta, illetve a nadrágnál a barriert kéne adjon. Szóval ez így kuka. Cipőnél nem is javasolják amúgy ezt a penitent griffs, viszont megtartom, ha már amúgy kidobtam. Gyűrű. Max life, overpower damage, critical strike chance és damage. Physical damage vagy damage to close. Azt írja, hogy ilyen kell nekünk. Max life van rajta. Damage to slow van rajta, aha. Hát igazából egy jó van rajta, és egy majdnem hogy jó. Szóval ez így kuka. Oké. Okay. Ez is amúgy érdekes lehet, ez a primary resource nyerés a heal alapján, úgyhogy ezt is megtartjuk. Szevasz, szevasz, Bran. Amíg healthy vagyunk, a Blood Orb ad nekünk essence-t, valószínűleg amúgy ez is érdekes lehet. Statokban amúgy nem jók, tehát ugye egyik sem jó. Ossis essence, igazából max life, critical strike, damage van rajta és chance kell, szóval ez se jó. Max life. Nem jó. Jó, akkor most már jönnek az amulettek. Amulett. Essence cost reduction. Blood, tehát a Tides of Blood passive. Movement speed és armor. Amúgy talán ez az unstoppable is kell amúgy nekünk. A basic skill kap attack speedet. Nem az kell nekünk, hanem ez az overpower-es. Hát amikor a blood skillünk overpower-es, akkor kapunk attack speedet. Hát, ja, ez is kuka. Na hát ez jó menet volt. Na azt mondja, hogy ide azokat tesszük, amiket
elhasználunk a az aspektjük miatt. Ide beteszem a különleges unikokat. Az meg ott kuka. Jó. Még annyit meg kell csináljunk, hogy ezeket átnézzük. Pont beférnek. Na nézzük még egyszer, gyűrű. Max life, overpower damage, crit. Hát ez gyors volt. Fegyverből nekünk a kart kell, úgyhogy ez is kuka. Meg nincs is rajta overpower, meg core skill se. Szevasz, pocó. Na. Cipő. Ivé charge-os kell, hát nem az van rajta. Movement speed, essence cost reduction. Movement speed van rajta. Corpse tendril, tesse jó. Oké. Másik kétkezes kard. Ahogy lehet kétkezes karddal is nyomni. Viszont ez meg három statos. Ok. Jó, amúgy van rajta overpower, ami jó. Core skill nincs rajta. Jó, amúgy csak egy stat jó rajta. Mindegy, kuka. És akkor még nézzünk egy nadrágot. Max life, armor damage reduction. Ok. Jó, és akkor még van itt az inventoringba loot. Azt nézem amúgy, hogy ehhez a buildhez nem kell ez az amulet. Szóval Blood Surge-os amúgy se kell. És amúgy ez se kell. Temerit írnak még, de az most nincs nálunk, az a nadrág. Jó, és akkor igazából ezt át is néztük. Ez oda jöhet, az pedig oda. Ugye ide teszem azokat, amik így jók lehetnek a buildbe. 700-as item power fölött vannak például, vagy legalábbis valami hasonló alapján nézegettük ezeket. Például itt ez, hát amúgy nem tudom ezek miért vannak itt. Alapvetően 700-as item power felett vannak, ahogy látom. Jó. Ja, amúgy akkor nézzük már hát ezeket is. Hát nézhetjük végül is. Az ott például azért nagyon jó, mert mi van rajta, ami nekünk kell? Attack speed, overpower damage. Crit strike, ja, és akkor ott csak le kell rollolni róla a lucky hitet, és ja, az fullos. Az fullos. Az egy nagyon fullos kesztyű. Néha amúgy gondolok még a Diablo-ra, de szerintem vagy 3 hete nem indítottam el, lehet már ki lettem rakva a guildba. Arról elveszett az érdekl... Nekem is, de nyugtatom magam azzal, hogy majd jó pár szezon múlva izgi lesz. Hát az ott 3 statos. Az ott bizony 3 statos. Az biztos, hogy kukázva lesz. Jó? Az miért van ott? Kétkezes, valószínűleg 700-as item power fölött van, nem jó. A sacrifice bónusz valószínűleg jó lesz róla. Jó van, ezeket meg kivesszük. Hát ebből meg a 700-asat megtartjuk. Na! Srácok, még egy kis item válogatás. Jó kis item válogatás. Csak most, csak itt. Na, az például fixen kuka. Nézzük a többit. Szóval sapka. Max life, armor, cooldown reduction és attack speed. Amúgy lehet, hogy már amúgy az armor miatt érdemes lenne kivenni. Mert hogy sokkal nagyobb item power-je van ennek.
nicely. Mhm. Oké, hát akkor jöhetnek a chestek, max life armor, damage reduction. Semmi. De hogy konkrétan semmi. Ott van rajta max life, és ennyi. Ennyi van, srácok. Hát ugye armorba jobb. A miénken van blood skill. Igazából ez jó lehet, hogyha tudjuk használni a max life miatt. Ulti, de hogy ulting sincsen, damage, blood orb felszedés után. Mondjuk az is érdekes lehet. Jó, ezt megtartjuk, 700-as fölött van, legalább egy csomó armort kapunk vele. Na ezen meg armor van. Damage reduction, na ezen már kettő jó stat van. Jó, akkor inkább ezt tartjuk meg. Aha, hát egy se. Na nézzük, offhand. Critical strike, igen, essence cost reduction, cooldown reduction. Hát ez egyik se. Ez bizony egyik se. Sacrifice bónusz érdekes lehet rajta, amúgy meg nem jó. Az nem jó. Core sincs rajta, overpower sincs rajta. Se jó. Hát ezek meg kis item power-ő. Az érdekes lehet az aspect miatt. Nem jó. Bone Spear-es most nem nyomunk Bone Spear-est. Ossified Essence. Hát ezen se jók a statok amúgy. Ezen se jók. Most nézem a Twitch összefoglalót, Elberg, téged néztek idén a legtöbbet. Wow, köszi szépen, Panka. Ja, néztem amúgy még tegnap is, hogy megosztottatok Twitteren, meg Instán is. Ilyen Twitch-es recap-eket. Köszi szépen, srácok. Az három statos. Azon sincs olyan, ami nekünk jó lehet, viszont ugye van rajta egy aspekt, ami érdekes lehet. Na cipő. Mutasd a cipőt. Mutasd a cipőd. EV charge, nem. Movement speed, nem. Armor, nincs rajta. Damage reduction, nincs rajta. Tehát hogy ez így egyáltalán nem jó. Na hát ezen legalább az a jó, hogy a EV charge van rajta. Nem is EV charge van rajta. Movement speedet ad EV-nél. Hát akkor az se jó. Ezen se jó semmi. Na ez, na gyűrű, overpower damage az van rajta, azt most látom, viszont a többi az off-os, úgyhogy az is kuka. Critical strike chance van rajta, ami jó lehet, viszont kb. Ennyi is van rajta, úgyhogy ez is off-os. Tehát ez meg három statos, de legalább van rajta overpower damage. Jó, ez amiatt jó lehet, amúgy. Jó, azon is van amúgy overpower damage. Tehát az overpower damage az nagyon jó, a max life is nagyon jó, hogyha tudunk rá rollolni. Tehát igazából megtartjuk, jó? Meg ezeket fel tudjuk tolni nagyobb, nem is tudom már milyen tierbe. Breakpoint tierbe. Azt hiszem úgy hívják. Jó. Streamerek közül én is itt loktam legtöbbet, pedig még Just a chatting se volt a csöcsökre, még mindig várok. Intézem majd, az best. Na ez 720-as. Kuka. Erre mit mondtunk, ez miért van itt? Ja, azért mert nem jelöltem be. Na, srácok! Sikerült, nem tudom mennyi idő volt, de átnéztük itt a cuccokat, átnéztük a szemetet.
most van az, hogy átnéztük a szemetet. És akkor most kéne a meglevő cuccokból valamit csinálni. Azt ugye a sacrifice miatt tettük félre. Azt is a izé miatt tettük félre, tehát ezek ide jönnek be. Azt is a rajta levő aspekt miatt. Jó. Ezek itt upgrade-ek lehetnek nekünk. Nézzük, hogy mit tudunk kavarni. Most kell átrendeznünk a buildet. Úgy kell átrendeznünk a buildet, hogy nem biztos, hogy minden aspektet fel fogunk tudni tenni, amit itt elvár. Szóval sakkoznunk kell, hogy a már meglevőeket használjunk, mert egy aspekt többet ér néha, mint maga egy item, amin rajta van. Legalábbis így még az elején. Nézzük, hogy mi az, amit rá kéne rakni a fegyverre és a... Most mennyi? 4000 az attack powerünk, így meg 5000. Oké. Jó. Nézzük, hogy mi kell ide. Tehát casting blood lance, igen, az ott van. Jó, tehát azt kell rárakjuk, amit valószínűleg casting blood lance, bla bla bla. Igen, ez az, ami nekünk kell. Gore. Na, elvileg itt lehet keresni. Gore. Aha. Na, az például 44%-os. Tehát inkább ezt fogjuk felrakni majd az itemre. A kardra. És ugye az váltani fogja majd azt a kardot, tehát hogy így ez már jó. Ez már amúgy nagyon jó lesz. Valószínűleg ez a kard egy ideig ki fog tartani, csak kéne rárollolni valami jó statot. Mondjuk overpower damage-et. Szerintem meséltelen, hogy overpower damage-et rolloljak rá. De azért... Bizakodon kell hozzáállni. Hogy most amúgy mit csinálunk? Próbálunk rámenni a Capstone Dungeon-re. Próbáljuk azt megcsinálni. Arra próbálunk jól felkészülni. Na, ami nekünk kell, az Injured Enemy-re való plusz dam. Ja, és hát nincs is Forgotten Soul-om, tehát nagyon szerencsésnek kell lenni. Hát a Core Skill Damage az jó, egynek amúgy. De marad rajta a Core Skill. Az Overpower lenne rajta nagyon jó, de szerintem az a 15%, azzal meg kell barátkozzak. Hát ezzel bizony meg kell, hogy barátkozzak, srácok. Ez ennyi volt. Ez jó volt. Jó volt ez a statriról. Hát ugye ehhez most heltájdozni kéne. Jó, semmi gond. Nyomunk egy ilyen kivonást. Hova is mennek ezek oda? Oké. Okay. Berakjuk és felrakjuk. Na, tehát akkor ez már legalább rajta van. Van rajta core skill. Most látom amúgy, hogy a miénken nincsen overpower, mert valószínűleg arra se sikerült rárollolnom. Jó. Ezt kiszedjük majd belőle a gemeket. És akkor ide kéne egy olyan, hogy Hungry Blood. A Hungry Blood rajta van egyébként valamelyik cuccomon. Nincs. Each cast. Olyat kell keressek. Na, nincs olyanunk. Ha, érdekes. Van-e nálunk itt? Nincs. Az is amúgy Blood Lance-es. Amúgy ott is van láda. Hát igen. Elfelejtettem. Pedig mindenhova tettek ládát. Gyakorlatilag. Na, szóval, ami nekünk kell, amire rá kell keresünk, a Hungry. Oké, abból van kettő.
És van egy nagyon fullosunk. Hát két nagyon fullosunk. Jó, az egyik az kelleni fog nekünk. Annyit csinálunk, hogy gyorsan a gemet kiszedjük az előző fegyverből. May the light keep you. May the light keep you. Na gyere, csak fegyver. Ezt a fegyvert egyelőre amúgy jó, de csak nem kéne, hogy megtartsuk egyébként. Nem kéne, hogy megtartsuk, de egyelőre ide berakom. És akkor erről leszedjük az aspektet. És erre pedig felrakjuk. Nagyon jó. Hát ugye ezen most így nem is tudunk rollolni. Statot, de hát ez van. Jó. A sapkán van olyanunk, hogy disobedience, ami armort ad. Van-e olyanunk egyébként, ami armort ad? Az a nadrágunkon van. Mi jó. Van-e nadrág, amit... Nincs nadrágunk. Van egy chestünk és egy kesztyünk. Na nézzük. Ez is akkor lenne jó a kesztyű. Mit is beszéltünk, hogy a Bloodlands rank lenne rajta, de nincs olyan. Semmi gond. Nincs olyan. Majd csinálunk rá. Szóval Grasping Vein van a kesztyűn, és ott is azt javasolják. Oké, tehát azzal kell kalkuláljunk. Kérdés, hogy van-e olyanunk? Grasp. Egyetlen egy olyanunk van. Egyetlen egy olyanunk van, és az... Azt itt ide meg is fogjuk, hogy ez majd kelleni fog a buildben. Nagyon jó, tehát ezzel tudunk kalkulálni, ezt le tudjuk cserélni a kesztyűt. Ha csak a kesztyűt kell, ugye? A chestre javasolják azt, hogy a korb zabálás csináljon Blood Orbot. Chestre, igen, viszont nézzük csak, ez itt a The Emba akármi. Ilyet, ahogy látom, nem is használnak. Érdekes. Most nézem egyébként, de szerintem ezt az aspektet nem is használják. Hát itt például azt írják, hogy Basic Skill Damage Reduction-t adjon. Például előbb használnak egy olyat. Ja. Oké. Okay. Szóval Might. Akkor erre keresünk rá Might. Jó, legalább van ilyenünk. Tehát akkor ezt fogjuk rárakni a chestre ahelyett, hogy hullazabálás, mondjuk az a helyzet, hogy a hullazabálás az kb. Csak a Corpse Tendril. Igaz? Tehát nagyon más itt nem zabálja a hullát. Ja. Ez valószínűleg azért van lecserélve. De erre a basic skill-t azt meg azért használjuk. Jó. Tehát akkor az új chestünkre is meg lesz az aspekt. Mondjuk ezt inkább ide kéne tegyem. Ja? Ja, hogy ezen már az van rajta alapból. Na, hát akkor... Ez egy olyan szituáció, hogy nagyon szerencsésen jöttek össze a dolgok. Nagyon jó, tehát ez még jobb is rajta. Oké, hát erre nyilván kéne rollani max life-ot, de nincsen. Nem tudunk rollani, mert nincsen forgotten szólunk. Oké. Tehát akkor ennyi erővel ezt már foghatom, és egyébként teltem fel ide. Csak ugye arra kell figyeljek, arra kell nagyon figyeljek, hogy működjenek ezek a vampiric power-ök. Arra kell figyelni majd. Úgyhogy egyelőre, még ameddig nem csináljuk meg a kesztyűt, meg a gyűrűket, addig ezzel nem szórakázok. Na szóval gyűrű. Hát igen.
Legalább overpower van rajta, max life nincs rajta. Nézzük a gyűrűknél mit használnak. Potent Bloodot. Nézzük, van-e olyanunk. Potent Blood. Amíg healthy vagyok, a Blood Orb ad nekünk Essence-t. Nincs ilyenünk, egyáltalán nincs ilyenünk. Jó, van-e ilyenünk a... az inventoriba? Van egy darab. Na, se a legjobb, de van. Úgyhogy ez jön. És akkor amúgy már mellé rakom, hogy ezt így fogjuk csinálni. A másik pedig a Sacrifice Aspect, azt amúgy valószínűleg használjuk. Az azt csinálja, hogy a Sacrifice bónuszt ad. Hát úgy néz ki, hogy ezt se használjuk. Na, legalább ilyenünk van. De nincs fullos, de elhasználjuk a legjobbat. Jó, az akkor marad. Egy jó sapka kéne, majd még. De egyelőre ez így okés. Jó, és akkor most cserélgetünk. Szóval, kinyerünk egy olyat. Amúgy azt nem is néztem meg, hogy itt van-e olyanunk. Bloodlands, nem egyik se olyan. Tehát a kesztyűre jön a Grasping Veins. Ez. Így. Megnéztem, hogy tuti biztos legyen a dolog. Gyűrűre jön az egyik Potent Blood, a másikra pedig a Sacrificial. Átrakom ide. Jó. És akkor 4 cuccot fogunk tudni még lecserélni. Ezekkel könnyebb dolgom van, mert csak fogom, aztán átrakom oda. Még lyukat kell beléjük verni. Itt pedig át kell számolni majd a dolgot. Annyi van, hogy most jönnek a Vampiric Power-ök. Vampiric Power. Na nézzük. Mi az, amit használunk? Ravenous, igen. Van még egy, ami jó. Tehát kettő jó, amit innen használunk, a Metamorfózis és a Ravenous. Attack speed jön onnan. Ja. Az jóféle. Jó. És akkor ezeket innen kiszedjük, amit már nem javasolnak. Érdekes. Nézzük, hogy mi az, amit javasolnak. Moonrise például. Ja, csak az a gond, hogy hát nyilván, hogy ezt úgy javasolják, hogy nem tudunk ennyit használni, tehát innen valószínűleg valami nem fog működni. Mert hogy ennyi mindent nem fogunk tudni rárakni az itemekre, csak akkor, hogyha ancestrálok. Fú, szia Szamóca! Éppen nagy build kalkulálásokban vagyunk. Prey on the weak. Tehát a vulnerable enemy-kre nagyobb lesz a damunk.
Hát, megpróbáljuk azért valamennyire összehozni itt a dolgot. Moonrise. A Moonrise azért kellene, mert ha eltalálunk egy enemy-t basic skill-el, akkor kapunk attack speed-et. Pont mit egyébként itt. Na nézzük csak meg. Moonrise. Moonrise. Ez. ...80% basic skill damage, hogyha elérjük a maxot. 5-ször stackelhet. És kapunk movement speedet is 10-ekre. Elég komoly amúgy ez. Tehát a pirosból kellene összesen 13, annyi, hogy azt hiszem 2-vel kevesebb van most. Hogy is van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az ott 13. Az úgy 17, 20. Tehát 20-at tudunk jelenleg használni. Elvileg simán ki tudjuk rakni. Mert hogy... 19. Nem számoltam el magam, az ott 6. Az ott 16, 20. És amit itt írnak, az pedig 19 összesen. Ja, csak ahhoz valószínűleg most nagyon át kell alakítani. De mindjárt megnézzük. Elvileg... Tudni fogok mindent használni. Jó. Jó. Nagyon jó, tehát vulnerable-re tudjuk tenni majd őket. Ugye a metamorfózissal csak át kell rajtuk dashelni, és akkor megkapják a vulnerable-t emiatt. És kell a Sanguine Brace. Ha megölünk egy enemit, akkor kapunk Fortify-t. Jó. És hogyha a Fortify-om több, mint a max life-omnak a fele, akkor kapunk Crit Strike Chance-t is. Jó. Na, hát akkor mehet a fejlesztés. Ja, várjunk. Először akkor fejlesztünk majd, hogyha jók a cuccok. Na, most kicseréljük az itemeket. Na nézzük. Tehát... Koponyából sok van. Abból le kell szedjünk. Meg sok van ebből a Divinity-ből is. Na nézzük, meg tudjuk ezt csinálni. Nagyon kíváncsi vagyok. Tehát koponyából 3. Jó, tehát hogyha a nadrágot azt lepucoljuk teljesen. Akkor Ferocity-t kell tegyünk. Jó. Nagyon jó. Tehát eddig ez nagyon jó. És akkor még 4-et kell. És akkor még egy. Ja, mert hogy arra már 5-5 rá tudunk rakni, mert valószínűleg 701-es. Tű. Na most nagyon jó. Most nagyon jó. Tehát most működik minden. Szuper. Ray on the Week. Hogy is jelöli azt, ami amúgy bent van? Piros keret? Jó. Hát ugye most olyat ad, ami nem jó. Nem tudom, ebből miért kellett ilyen uncsi rendszert csinálni, hogy így... Miért nem lehet az összeset elkölteni? A Ravenous az első, a Prey on the Week a második, oké. Most nem dobálja azokat. Szia Cangi, szevasztok srácok.
Nem, tehát hogy olyanokat dobál, amit nem kéne, hogy fejlesszek. Az a jó, aminek piros kerete van. Ez amúgy kvázi a Diablo 3-as mi engem. Legendary, igen? Vagy hogy hívták a Diablo 3-ba, amit így a Greater Rift-tel lehetett szintezni? Azt hiszem amúgy Legendary, igen volt. Kicsoda izgalmak, ugye? A Moorize jobb, mint a Metamorphosis, sokés. Alapból álmos vagyok, de ez se segít. Sajnálom Isten. Amúgy a Metamorphosis dobálja, amit nem nagyon kéne fejleszteni. Nagyon jó. Amúgy valószínűleg most nem nagyon fejlesztettük azokat, amiket kéne. De legalább már lassan minden kettes lesz. Ha így mérjük a sikereket, akkor igazából jól állunk. Hát ez nevetséges. Hopp, egy 3-as lett közben, haló. Ugye még egy 3-as lesz. Nem tudom amúgy ez az ötlet hogy születhetett meg a fejlesztőkbe. Hogy igen, ezt a playerek majd biztos nagyon fogják szeretni. Múltkor csak mondom, 10 percig klikkelgettünk. Egyik se jó. Tehát, hogy eleve sokáig kell klikkelgetni, és még csak nem is azt fejleszted, amit akarsz. Legrosszabb design ever. Szerintem ez valami díjat is nyerhetne. Be 3-as lett egy olyan, aminek nem kéne 3-asnak lennie, de mindjárt amúgy még egy 3-as lesz. Akit elvesztese, használta több mint egyszer. Lehet, hogy így kipróbált, hogy és ennyi. Édes Istenem. De nem dobja be. Egyszerűen nem dob olyat, amit kéne fejleszteni. Hát ez nagyon jó volt. Hát ez hihetetlen. Jó. Na. Szóval meg vagyunk ezzel. Oké. Okay. Jó. Oké, azt ott gemek. Hát amúgy ja, lehet, hogy több értelme lenne random elszoratni a dolgokat. Another time, then. Jó, gemek. To catch the light. Come and see. Szóval tudunk csinálni flawless-t, úgyhogy ez itt nem is jó. Jó, ezt be is törjük.
Nem tudom, hogy visszakapom el a teljes árát. Visszakapom, jó. Na, gemek. Ja, amúgy, ha igen, amúgy mind, tehát igen, akkor jó is lenne az a gomb, hogyha például mindent fel akarunk húzni maxra, már az a biztos. Ja. Most arra próbálok rájönni, hogy milyen gemek kellenek nekünk. Piros. Nagyon piros. Kell nekünk... Várjatok, az se jó ott. Tehát kell nekünk 1, 2, 3, 4, 5, 6 piros, 3 diamond, na, ja, és kell egy, ez mi? Még egy piros. Ja. Abba nem lehet rakni. Tessék. Come back and see us. Come back and see us, tok. Na, gemek megvannak. Skillek. Nézzük a skilleket. Lehet, hogy az se jó amúgy. Mennyibe kerül a refund? 300 000? Van pénz. Mondjuk inkább átnézem egyesével. Acolyte, 1 pont, Bloodlance-nél Supernatural, nagyon jó, neki ott 9 pont van, nekem 5. Aztán innen rámennek az Unliving Energy-re, illetve az Imperfectly Balanced-ra, és nem használják a Cute Flash-t, szóval az ott valahova át fog majd menni. Ott nem tudunk refundolni, akkor a végén el kell kezdeni. Ja, Ratmát használjuk. És itt standalone, igen, Memento Mori, igen, és inspiráló vezető, igen, megvan, jó. Na, és innen kell nekünk a Bone Storm teljesen, aztán megyünk vissza. Kell 4 piros. Na hát itt nekünk több piros van. Kell a Gru, igen. Coalesced, igen. Drain Vitality, igen. Tides of Blood, igen. Jó, Corpse Tendril fullos kell, azt mondja. És a Blightos, uh-huh. Na, innen kell nekünk valami, de nem az Amplify Damage, de kell az Amplify Damage. És még mi kell? Death's Embrace. Aha, tehát kell 3 pont majd oda. Oké. Okay. Tehát kell majd 3 pontot szerezzünk valahonnan, az ott jó. Mindjárt kiderül, hogy honnan kell az a 3 pont. Innen csak azok kellenek. Ez is zseni, hogy a skill fa refund goldos, igen. Míg néztem, megcsináltam az eventet maxra, és megvettem, amit a barbárnak kell. Na, gratula, Dávid, gratula. Ha valami megvan level 3, kikerül a random listából, szóval nagyon nem dobja fel, akkor kész vannak azok, amiket használsz. Igen? Na, amúgy ez köszi az infót, ezt amúgy nem tudtam. Ugye megnézzük, hogy hanyas szintűek. Valahol van 3 pont, amit nem találok. Lehet, hogy ezért kéne a refund. Kéne 3 pont oda. De 0 ponton van.
Hát eskü nem látom. Területi utalmak meg vannak. Igen, az ugye bejön az accountomról. Szóval azok megvannak. Mert ugye 58 pontból gazdálkodok. 58 pont van. És nem látom, hogy hova raktam 3 pontot, ahova amúgy nem kéne. És akkor most ezért kéne amúgy lerezetel. Tehát ugye ezért kéne most elköltenem 342-t, de nem látom, hogy hol van az a 3 pont. Pedig amúgy látszólag mindenhol ott van. Jó van. Nem tudom, hogy hol volt ez a 3 pont, de most meg kimaradt 1. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, srácok. Ez hogy? Hogy maradt ki 1? Hát végig pakoláztam mindent. Az ott ki van rakva. Ja. Jó, hát akkor igazából szara build, mert hogy a Bloodlance-re rá kell rakni az összeset. És ez hogy? Hogy lehet ez ilyen szar? Akkor úgy van megcsinálva a skill tree, hogy 3 ponttal többet osztottak el. De az hogy? Jó, most kiszámolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na jó, azt nem tudok ennyit számolni. Ez túl sok szám. De ez hogy? Hogy van így elszámolva? Hát 58 pontból gazdálkodnak, azt amúgy ők 3-mal többet ki tudtak osztani? Bravo. Nem. Hát itt direkt úgy számolnak, hogy a pontokból, és külön van írva az item contribution. Itt van amúgy, hogyha valakit érdekel, belinkelem. Ok. Hát, hogy konkrétan szara build. Rács, hagyjál békén, mert itt Morci meg Durci van. Jó van. Szóval szar a build. Köszönjük szépen. Vagy én nem veszek valamit észre. Jó. Szóval amúgy az van, aki esetleg utána akar járni a dolognak, hogy vagy én vagyok a hülye, vagy az oldal, hogy nem tudom kirakni a Death's Embrace-t, mert hogy mindent kipakolok, de több pontot vár el a build, mint amennyit ki lehet rakni. Övet, plusz 3 shopban van már ilyen? Jó, és akkor elvileg így meg is vagyunk. Szóval mehet a játék. 58 pont van elosztva a honlapon, és igen, azt írják, de az nem annyi. B-Fly. Tehát, hogy az nem annyi. Ha szeretnétek, amúgy együtt kiszámolhatjuk. Azért, mert az itemek is adnak. Azt értem, de hát az kékkel van jelölve. Tehát az kékkel van jelölve, vagy item contribution. Most, ha szeretnétek, mondom, megcsinálhatjuk.
megcsinálom veletek, jó? És akkor nem lesz félreértés. Nem lesz félreértés. Na. Akkor valószínűleg én néztem valamit rosszul. Na. Tehát bekészítem ide ezt a gombot. Na ez az, amit ő használ. Szóval. Itt végig megyünk ezen, jó? Együtt fogjuk csinálni. Fogjuk egymás kezét, jó? Na megvan, megvan, ugye? Ez így megvan. Megyünk tovább. 1, 3, 5, plusz 2. Megcsináljuk az 1 és a 3-at, jó? Megvan. Ide ugye 5-öt kell rakni a Bloodlance-re, és utána végig ki kell rakni. Megvan? Megvan. Jó. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Tehát Blood Mist fog jönni. Blood Mist, kirakjuk, és a következő ág jön. Blood Mist, kiraktuk, következő ág jön. Na. Decembrace 3, Amplify Damage 3, Decreepify, és ott végigmegyünk. Ez is megvan. Na. És arra kell tenni ötöt a Corpse Tendrire. Aha! A Transfusion nem volt kirakva. Ez volt a hiba, srácok. Ez volt az, amit baromira benéztem. Oké, jó. Megvan. A Transfusion nem volt kirakva. Na, hát akkor én voltam a noob. Most már legalább lehet pakolászni így. Na. A Blood Mist-e nekem miért van 3? Azért van 3 a Blood Mist-emen, mert ad az item. Hát csak sikerült összehozni, igen. Milyen király lenne, hogyha lehetne skill tree-t másolni, menteni, ilyenek. Na, királyság. Királyság. Meg vagyunk, játszhatunk. Na. Tehát. Sárgán, hát semmi gond, semmi gond. Nagyon szépen köszi a helpet, srácok. Én ezt nem vettem észre. Srácok, ez a Blizzardnak a Diablo 4 az első játéka. Azért nincs benne ilyen, hogy skill másolás. Wobba már van legalább. Ez nehezebb volt, mint a Dungeon lesz. Igen? Szerintetek nehezebb? Fejlődős elixírben nyomjuk, bár szerintem fejlődni nagyon nem fogunk. Úgy nem tudom, mi az, amit nem raktunk ki. Fura, fura amúgy, hogy ezt a Transfusion-t ezt nem használjuk. Ami csinálja a Blood Orb-okat Lucky Hit-re. De valószínűleg amúgy így jobb. De lehet, hogy máshogy kell játszani amúgy, mint ahogy megszoktam. Meg most ugye új aspektjeink vannak. Van egy fontos dolga, amit nem csináltunk meg. Nem upgrade-eltük az itemeket, pedig pont azért cseréltük le a gear-t, úgyhogy még azért gyorsan visszaugrunk, jó? Mert úgy pont breakpoint-ért fog ugrani, és úgy nagyobbak lesznek a statjaink.
nagyobbak lesznek a statjaink, nem is kicsit. Nem tudom, ez mennyire lesz drága. Hát igen, ami nincs az. Mondjuk annak mindegy volt. Igen, az a forgotten szól, ami nincsen. Hát akkor pont, hogy nem tudjuk áttolni. Csak egy vagy két itemet tudtunk áttolni 7-25-ben. Vagy legalábbis 7-25 fölé. This place is cursed. Szerintetek sikerülni fog? Mit gondoltak? Na várjál. Azt mondja, törött valamilyen item. Gyűrűket, amuleteket nem upgrade-eled? Tényleg, azokat is kéne. Are we buying or selling? Ez így szívás, mert azzal kalkuláltam, hogy 7-25-re fel tudunk majd venni. Én hiszek benned és a halottak erejébe. My eyes can only watch so much. Na, gyors ripár. Köszi az infót. Szerintem amúgy sima lesz. Mert jó pár szint óta megvan ez az erő. Úgyhogy nem lesz baj. Ennek Éliás? Itt most Éliás van? Amúgy már nem emlékszem. Kéne amúgy ölni is, mert azt hiszem kapunk debuffot. Ja, átkerültek a gombok, most látom. Éliás, Tóbiás lesz szokcsa. Hogy nem kapunk most amúgy debuffot? Kivették a debuffot? Vagy rossz izé? Capstone-ba vagyok? Na ez a Diablo élmény, amit szeretek. Ide jövök. Recs. Ez vége. Debuff csak az útcsó területen van, aha. Hát amúgy meg kellett volna érinteni a falat. Hogy is volt? Az ott volt. Az ott volt. Ez ott volt. Aha, szokott lenni debuff. Kétféle debuff is. Damage okésnak tűnik, ugye ez nem éppen single target build. De amúgy okésnak tűnik a dolog.
Nem a szingliket célozza meg. Na, itt menni kell egy kört. Nem is ott kell menni. Akkor majd biztos itt kell. Aha, már kapom amúgy a debuffot. Most akkor ölni kell? Valamennyi ilyen nem is meg kell ölni. Vagy van még egy... Ó, biztos van egy negyedik oldal is. Igen, jobban szereti a nekrom, hogyha többen vannak elvégre szeret halottakat idézni. Egy halott az nem halott, ő azt az elvet vallja. Azt a rohadt, milyen attack speedünk van, hát ez a build, ez brutálisabb, mint amilyen eddig volt. Hát, hogy nyomta? Hogy nyomta amúgy az auto, mint a basic skillt? Azt a rohadt. Amikor így bekapcsolnak a dolgok. Na, jó kis animus gyűjtögetés. Látjátok, ott van a két dibát. Csak arra nem gondoltak a Diablo 4 fejlesztői, ugye, ez az első RPG, hogy lehet, hogy több buff van rajtad, és akkor így klippelnek a dolgok. Na, hozták nekünk az animust. Jó van, amúgy csak sós vagyok, de amúgy most így élvezem, mert kihívás van. Kihívás van. Át kell mennünk Wordtier 4-be, és akkor onnantól amúgy már kezdődnek a jó részek, mert hogy Ancestral kell farmolni. Na, már legalább tudjuk, hogy hova kell donételni az animust. Hát, igen, vért legalább most nem kell izzadni. Aha, igen, szerintem ez tök okés. Amúgy ez a... Szerintem ezt jól kitalálták egyébként a mechanikák, amiket az eventes bosshoz hoztak például, az is amúgy tök jó. Mindig azt halljátok most így a mai streamben. Különböző, itt a Jihanter nagyon elégedetlen a Diablo 4-el kapcsolatban. Mert amúgy vannak jó dolgok, mert mondom, tehát a kedvenc RPG-m per pillanat. És ezért is fáj az, hogy ha elhanyagolják, vagy hogyha nem, hogy is mondjam. Jó itt, hogy nem nyom, igazából nem akarok belekezdeni, ha már jön a Power 2. Mert akkor félő, hogy a jelenlegi hozzáállásom miatt nem fogok Diablo 4-ezni. Szóval úgy vagyok vele, hogy majd jön a kettő, akkor azt úgy megtoljuk. Meg mivel úgy lesz a PoE, hogy a PoE 1 az menni fog tovább a kettő mellett. Szóval azért is nem akarok így belekezdeni, mert nem olyan lesz, mint egy WoW kiegészítő. Nyáron jön majd, nem? A PoE 2? Nekem valamiért az van meg.
Úgyhogy azért nem akartam a PoE 1-be, mert hogy addig úgyis jön egy csomó játék. 2020... Na, akkor mi lesz jövő? Akkor lesz a beta? Valami lesz jövő évben. Nyáron a beta. Aha. Ja, beta. Bétát meg akarom majd tolni. Ez nagyon kielégítő. Ez a dara. Á. Összerántom a mobokat. Kapják, halnak. Ja, amúgy már meg vagyunk. Utolsó poeliga, amit nyomtam, az olyasmi volt, hogy itt, hogy is volt? Hogy ilyen rablós dolog volt, vagy mi. 2021 szeptemberében. Nem tudom, akkor milyen liga volt. Az például nekem tetszett. Ennek a karakternek vannak olyan képességei, ami képes vásatolni. Akkor jó. Ez jó. Ez volt a Capstone Dungeon, igen. Én mondtam amúgy, hogy már valószínűleg a legutóbbi stream végén át tudtam volna menni. Na, mondom amúgy, Heist? Nem. Mi volt akkor? Amúgy nekem a hely streamlik. Ja! Akkor mégse 2021, hanem 2020. Valószínűleg amúgy én ezt a helyztes ligát nyomtam, igen. Ja. Igen. Smuggler, csempészet, meg ilyenek. Aha! Na, én azt nyomtam. Én azt nyomtam, srácok, a poéban. Az úcsó liga, amit játszottam. Mondom őszintén, most ezt így nincs kedvem átnézni. Helyette átállítjuk a vörtírt. Azt megyünk egy kicsit olyan zöld területre. Hát ennek amúgy most nagyon örülök. És Kalácska is nagyon örül neki. Hosszabb volt összerakni a buildet, meg beállítani a dolgokat, mint végigmenni a Capstone Dungeon-en, amúgy tényleg, amit mondtatok. Tehát, hogy hosszabb volt a felkészülés, mint maga a dungeon. Ez most mi volt? Ez fura volt. Pont mint ilyenrel. Szegény Isten. Vagy tudunk menni amúgy olyan eventeset? Mert igazából akkor mehet az event. Aha, tudunk menni olyat. Jó, akkor mehet az amúgy. Bár amúgy a Helltide kellene nagyon, hogy lehessen, tehát hogy gyűjtsünk Forgotten Soul-t. De hát azért mégiscsak az event miatt kezdtem most Diablo 4-ezni. Game ID, ez mit jelent?
Nem tudom, mit jelent az, hogy Game ID. Van, akinek személyi igazolványa van, te meg mutasd meg a Game ID-re. Amúgy azt hiszem úgy volt, hogy ezek így meg voltak cserélve. Azt hiszem amúgy valamelyik nap is volt valami Game ID-s kérdés. De nem jöttem rá, hogy ez mit jelent. Ugye például az is egy tök jó változtatás a játékban, hogy a secret, illetve az annál kisebb itemeket már automatikusan materiálként dobja ki a játék. Hát én a nevedre tudok gondolni, amint tudnak addolni. Ja? Hát nem tudom. Ne akarjatok addolni, srácok. Your help. I can't see. My dearest wanders these worlds alone. Amúgy eskü most ez a Capstone Dungeon, ez így feltüzelt. Már meghozta a kedvet. Csak így se vacsora, se virág. Lehet azt majd utána. Így lehet, hogy Istog is felébred? Istog? Istog akkor ébredne fel, hogyha a Finals-t játszanék. Vagy Fortnite-ot. Mennyi eskü, jó lesz. Nagyon tetszik az amúgy, hogy átjöttünk Vörtér 4-re, azt semmi nem változott már, mint így, ahogy, hogy ugyanúgy halnak az enemik, hanem jobban amúgy. Tehát, hogy az a durva, hogy Vörtér 3-on már amúgy olyan erősek voltunk. Bőven bírtuk volna a Vörtér 4-et. My Game ID is Bahamut. Na tessék srácok, ha akartok Bahamuttal játszani, ő felajánlottam magát. Aztán magatokra vessetek, hogyha nem játszotok vele. Jó gémet Bahamut egyébként. Közös gémeket. Nem sem magyar. De nagyon rendes egyébként. Az a gond egyébként például egy Über Lilith. Egy Über Lilith-et nem lehetne nagyon vágni egy ilyen build-el. Most például azon gondolkodok, hogy egy Nightmare Dungeon mondjuk nyújtana kihívást. Azt hiszem ilyen 12-eseket mentünk amúgy legutóbb. Jó van már Über Lilith. Hát most csak azon agyalok, hogy például egy ilyen build-el nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni az Über Lilith-et. Mármint, hogy úgy értem a build-et, hogy ezekkel a skill-ekkel. Még akkor is, hogyha jobb gírbe lennék.
Tényleg, és amúgy arról lehet tudni egyébként, hogy a Vörtírőt például az majd mikor jön? Vagy volt erről már szó? Már amúgy rémlik valami, hogy beszéltek valamit. Csak ki kell kerülni a támadást? Ja. Igaz, igaz, amúgy. Nagyon durván, nagyon durva amúgy, ilyen emocionális, hogy is mondják, rollercoaster, mire lehetne azt amúgy, vagy mit is mondanak? Hullámvasút, emocionális hullámvasút a mai Diablo stream, mert ilyen ternek bealudt a Diablo 4-en, de most meg totál föl van pörögve. Amúgy ezt nem gondoltam, hogy ennyire megváltozik az érdeklődésem. Mert hogy tök lelkesen álltam amúgy az eventhez. Az event az továbbra se szuper, viszont a játék, a kedv az megjött nagyon durván. Az a helyzet. Mégiscsak azért Diablóról beszélünk, ennek örülök. $100 DLC nagyot menne? Hát volt valami ilyesmi leak, vagy nem tudom, felmérés a Blizzard részéről szerintem. Azt abban mi van? Hát abban van az új karakter. Ha jól tudom, az lett volna. Mert jók a nézvéd. És nem unattad. Amúgy igaz. Valószínűleg, hogyha nem irogattatok volna semmit. Amikor itt magamba roskadva mondom, hogy hát ez az event nem a legjobb. Amúgy ezt az eventet csinálni nem a legjobb, de megcsináltam ezt a Capstone Dungeon-t, felkészültünk rá, hát így most már sokkal jobb. Még akkor is, hogyha nagyjából egy óra ment el a felkészülése. Szerintem amúgy elment egy óra. Jó, egy 3-4 óra biztosan. Köszi Viziró, sziasztok! Oda néz. Micsoda, ancestral item, vagy mi ez? Unique, azt akartam mondani. Unique, igen. És kezdheted előről, majd a nagyobb itemek miatt. Ez most micsoda, amit írsz, fish? Azt amúgy még csak nem is jó statok vannak a fegyvereimen. Mármint az itemjeimen. Amúgy elég erőteljesen elgondolkodtam azon, srácok, hogy a Lich King-es mountot megveszem. És amúgy nem tudom, bent van-e még. De az amúgy nagyon ott volt. Ja, persze, igen, most megjönnek majd az újabb itemek. Ugye a Vörtír 4 miatt. De legalább ezek már olyan cuccok, hogy nagyjából véglegesek is lesznek. Ezek a cuccok, amiket így gyűjtök, ezek már így
örök életre szólnak. Ezt még jó lenne megtalálni. Én nekem is vissza kell térnem, de a season pass megcsinál. Na, nice. Azért nekem is hátra van. E? Vagy Y? U? 53-nál kezdtünk, 57 van most. Összegyör, de hogy is? Én kétszer játszottam a játékkal amúgy, így streamben. Utána meg már csak a szezonál eventet csináltam. Szóval én nem nagyon nyomtam a Diablót így két hónapja. A lila területek textured pixen vannak. Ugye? Így van. Ott van most az event. Tehát a textured pix az only karácsonyi event terület. Lightning Shorty-val nyomod? A randomok, akikkel találkoztam, azok nagyon menőn nyomták. Úgyhogy biztos, hogy fán lehet. Köszi szépen egyébként. Most így egyelőre nagyon élem, hogy átjöttünk a World Tier 4-be, azt nagyon megy a dolog. De mindjárt végzek. Csak még így egy kicsit élvezkedni akarok, hogy de jó a build, de jó van, hogy halnak. Én amúgy nem is mentem Nightmare Dungeon 75-ig, 100-ig sem mentem, izét se ütöttem, Über Lilith-et sem. Azt a Season 1-es új boss-t ütöttem, meg most kipróbáltam ezt az eventes boss-t is. Ez az eventes boss amúgy tök jó. Tetszenek a movesetek is, amiket nyom. Micsoda naív gondolat. Tier 100 Nightmare Dungeon-ig kétszer buildeltem magam, majd utána egyszer, és az lett a végleges. Igazad van. Amúgy ezzel kapcsolatban igazad van, hogy valószínűleg nem a végleges cuccokat fogom most így kiütni a World Tier 4-en, de ezek már valószínűleg közel a véglegesek lesznek, ahhoz képest, hogy például van rajtam egy 522-es. Tehát, hogyha kiesik majd valami, cucc, amit fölveszek, az biztos, hogy nagyon közel lesz ahhoz, hogy az a tökéletes legyen. Talán olyan lesz, hogy 4 statból 3 jó lesz rajta. Ha van eventes boss, az olyan, hogy ha ezen a területen csinálsz eventet, ugye megpróbálom nektek megkeresni, akkor megcsinálod az eventet, és amikor teljesíted, akkor leszpónul a boss. Hát nem nagy dolog, de most megnézzük majd, hogy hogy megy ezzel az új build-el. Az van, hogy itt totemek vannak, kékenemik vannak, eventek vannak, és az egyik event az új event. Azt kéne megnézni, hogy most hol vagyok. Igen, ott van event. Hát úgy van új event, hogy most tégli event van. Tegnap vette kezdetét, és január 2-áig lesz. Ja, ilyen pici boss, szóval, hogy nem nagy dolog. Összes 21 órán van a játékban, Ball, Light, Shorty, ebből 110, és még mindig lehetne finomítani. Ja, persze. Hát meg amúgy... Például végignyomni minden izével. Itt vannak a totemek, amiket csapkodni kell. És akkor abból jön az egyik mati, amit át lehet váltani csengőre, a csengőből ki tudod venni. Mindjárt visszamegyek majd. A csengőből ki tudod váltani a kozmetik cuccokat, amik jöttek ezzel az eventen. Mount Trophy. Izé, hátra való cucc, fegyverskin. Avatar beszippantott? Nem is gondoltam, Blade, hogy te ilyen avatar fan vagy. Na ez az az event. Itt
tartani kell a lángot, törni kell ezeket a izéket, totemeket, és akkor most fog jönni. Figyeljetek a hangra. Jó, hát a srác nagyon erős volt, de amúgy lehet, hogy én is erős lettem volna. Jó, hát így most ezt nem sikerült jól prezentálni, de hogy amúgy, hogyha nem ilyen gyorsan hal, akkor amúgy tök jók azok a mechanikák. Egyébként. Tehát, hogy így nyomja a kis köröket, ami hogyha beleállsz, akkor fáj, magához húz kétszer, egyszer, tehát ilyen pizza szeletekbe. És akkor először a páros pizza szeleteket húzza, aztán a páratlan pizza szeleteket kell húzni, és akkor azokat így kerülgeted. Tehát most nyilván, hogyha így ilyen OP vagy, akkor ez nem így működik, de hogy ezt így kell elképzelni. Hát jó, most ezt nem tudtam megmutatni, mert a srác az így rácsapott egyet fél HP, még egyet, aztán meg is halt. Amúgy simán lehet, hogy én is most ezzel a build-el ugyanezt csináltam volna, nem tudom. Ha csinálod az event küldit, akkor lerak a városba egy totemet, ami az ellen ad plusz sebzést. Igen? Na, ezt amúgy nem tudtam. A barbár volt, igen. Onnantól, hogy nem kapsz XP-t, nálam érdektelenné vált a játék. Akkor a duriát azt ki se próbáltad? Nem tudom, hogy a duriát azt honnantól lehet húzni például, vagy hogy milyen gír kell hozzá. Én annyit tudtam amúgy a Season 1-nél, hogy megöltem a Season 1-es új bossokat, és úgy voltam vele, hogy hát Uber Lilith-et biztos nem fogok volni, pedig amúgy azt is kéne majd valamikor, ha már van. ...89 jobb build, de már lehet gyakni, aha. Ha 89 körül már lejártatok hozzá. Meg nem tudom, hogy Duri ellen kívül van-e valami még egyébként. Lilith az, hát ott ugye meg kell tanulnod a izé mechanikákat, hogy mit, hogyan dodzsolj. Meg mivel ott egyedül van, ahhoz olyan build is kell. Mondjuk valószínűleg Duriel-ez is, azt gondolom. Van több is? Én csak a Duriel-ről hallottam. Nálam az a rengeteg farm, ami 800 körre kellene, az öli meg a kedvem, és van olyan, aki 800 alatt se ad. Aha. A fánál is van egy boss. Igen. De az már régebben is volt, nem? Négy-öt új van, mindegyikhez az előzőtől kell motyó, hogy el tud indítani. Aha. Én a legdurvább edition tettem, amiben van loot. Igen, igen.
Nálunk vezetem a statisztikát, 4 fős csapatban átlag 30 körönként adott egy Uber Unicot valakinek. Nagyon izgat ez az Uber Unic, amiről beszéltek. Nekem még nincs olyanom. Azt nem is lesz. De amúgy így most így nagyon megjöttek ezzel a Diablohoz. Hú, ezek az íjászok, gyertek ide, gyertek mélybe, csapjatok szét, ha tudtok. Is van. 700 kör alatt 3 eset, abból 2 haszontalan. Hú, tök jó. Oda nézzetek, 828-as item. Mondjuk nincs eset, hogy ami jó rajta, az az amúgy az aspekt. Az ami jó rajta. A 828-as, tök jó. Jó, visszamegyünk inkább. Visszamegyünk. Az a gond, hogy most megyek egy eventre, valószínűleg már más is megy az eventre, és gyorsan megöli. Most már a 925-ös a best. Uh-huh. És az is ilyen ancestral cucc egyébként. Tehát az is ilyen ancestral. Vagy olyat honnan lehet? Például most már lehetne menni World Boss-ra is. Elvileg a World Boss most már látszódik. Ja. Ja, lehet, hogy ezt most meg kéne nézni. Jó, megnézzük, srácok. Megnézzük. Szevasz, Bána! Nem, csak... Lelkes voltam, mert jött új event a Diablo 4-be. Téli event. Aztán... 4 óra 20 perc után majd bealudtam, annyira unalmas volt a játék. És most, hogy megcsináltam a Capstone Dungeon-t, hogy át tudjak jönni Wordtail 4-be, így most olyan lelkes vagyok, hogy csak na. Ja, úgyhogy rámegyünk a bossra. Úgyhogy igazából ezzel be is fejezzük. Szuper úcsó tevékenység most a Diablo 4-ben. Season of Discovery. Hát az a helyzet, hogy... Elkezdtem egy... Azon a relmen, amint te voltál. Csak úgy én alliba. Fölmentem 16-ig. Aztán megbeszéltük Nessai-jel, hogy mehetne közösen. Úgyhogy átmentem az ő relmére, ahol már volt klán.
és most azon a szerveren még nem értem el azt a szintet, amit elértem a te szervereden, szóval, hogy... Ja, hát 25-öt meg kéne pusholni, és akkor mehetnének a rédek meg ilyenek. Ehelyett diablózok. Hát valószínűleg úgy gyorsan fog halni a boss. Greetings. Ja, szóval kéne nyomni majd a Season of Discovery-t. Lehet, hogy azt prioritásba előrébb kéne venni, hogy jobban haladjunk. Hát akkor holnap délelőtt mondjuk mehetsz. De God of War is van. Fránya God of War, minek lett ilyen jó ez a God of War DLC? Hihetetlen. Ja, közben léptünk egy izét, szintet. Azt kell inni, nem jó. Odaértek már? Simán, szerintem fél perc alatt ide lehet élni. Ide jössz, azt fél perc alatt itt is vagy. Egy kis flex. Megmutatom, hogy mekkora nekem. Ha már a DPS-em nem lesz a legtutibb. Ja, be se vagy logolva? Szerintem be tudsz jönni másfél perc alatt. Ez a szárny adja a lootat? Igen. El kell nyomni kétszer, és akkor nagyon jó. Addig meg tudjuk nézni, hogy Lich Kingnek a paripája bent van-e még. Let us consider the cards once more. Lizard. Uff. Uff. Impressive. Még valamit nézzünk a shopban. Let us consider the cards once more. Várjál. Az ott egy nekró? Hát ez nem tetszik. Ja, és amúgy vannak leárazások már a shopba, képzeljétek el. Shoppos leárazások vannak amúgy. Amúgy ez a barbárnak milyen aranyos már. Szóval tök jó, hogy már ilyet is csinálnak. Hogy csapkod? Hát ez nagyon vicces. Hopp, hopp. Hopp. Ott valami durrant, ott valaki lecsapta a fél HP-ját. Nem tudom, minek vettük fel. Pont pislantottatok, és addig meghalt? Jó, azt hiszem megyek mindjárt Lich Kingbe. Jó, hogy egy Lich Kinget a WoW-ban hát a dobja. Hajrá. Jó lootot. Na, amúgy nyitok mindjárt egy ládát, pillanat. Mármint a cash-t, amit dobott. Na nézzük. $8.82. Hát ez nem lett 9.25 sajna. És amúgy nem is jó, semmi nem jó ezen az amuletten. Pont sikerült másfél perc alatt ide érned? Nice. Ja, a szintem miatt nem dobott 925-öt? Aha. Jól van. Na jó, itt fog kiesni nekünk a cucc.
hanyas szinten dobhat 925-et? Ez gondolom, hogy 100-eson már az dobja, de hogy így mondjuk 90-esen is dobhatja? Gyorsan még ezt. Amúgy tényleg utolsó. Szuper utolsó srácok. Szuper utolsó tevékenység. Hát nem dobott semmi izgit. 80 azt hiszem, aha. Akkor még 13 szint. Szabad a chatbe játszó partnert keresni? Persze, nyugodtan. Elég sokan játszanak, vagy relatív sokan játszanak itt a chaten a game-mel. Ja, és amúgy amióta nem volt stream, azóta 150 főből, vagy nem tudom mennyiből, egy kicsit lecsökkentünk. Senki ne vegye sértésnek, hogy ha ki lett rakva. Szimplán annyi a történet, hogy hogyha nem voltál már bent egy ideje, akkor jelentkezz újra, és akkor beveszünk. Hogyha nem vagy bent egy ideig, akkor meg kiraknak, de hogy így semmi személyes, tehát nem azért, mert személyt vagy, mert hülye vagy, meg ilyesmi, szóval aki aktív, most nyugodtan tud jelentkezni, ezek a srácok, akik jelenleg bent vannak a klánban, ezek aktív játékosok, ők nyomják. Szóval Vadász Kunyhó, VK, hajrá! Ben intézi ezeket a dolgokat, de ha nem invel, akkor nyugodtan szóljatok, és akkor kirakom bent, mármint invelek. Köszi szépen egyébként Pixelány, rendes tőled. Még nem tudom, hogy kéne. Valószínűleg amúgy január 23-ig amúgy meg kéne nézni ezeket a dolgokat. Mert hogy úgy járunk, hogy jelenleg így állunk. Az újdonságokat is meg kéne, hogy nézzük valamennyire. Meg tök jó lenne veletek játszani. De valószínűleg egyébként most így elsőbséget fog élvezni, ha már Blizzard játékok közül a WoW, hogy ott tudjunk együtt dolgokat csinálni, dungeonozni, együtt fejlődni, raidelni. Meg most az a hype. Én is arra vagyok rá hype-olva. Úgyhogy biztos fogunk diablózni, de szerintem streamben legközelebb következő hónapban fog előkerülni. Az Abatoirov Zir csak akkor érhető el, ha megvan az egész Season Journey. Ja. Igen. De szerencsére nem kell mindent megcsinálni, csak komplitálni kell a Journey-t. Én mondjuk szeretem komplitálni a mindent is. Úgyhogy megnézzük, hogy itt mik kellenek még. Hát valószínűleg a PvP-s rész, ja, amúgy fölül van. Silent Chest-et kell... Ja, amúgy nem is találtam Silent Chest-et. Azóta se. Ja, ott Flayert kell ölni például. Ja, úgyhogy ezeket tök jó lenne, meg így azt mondom, hogy szeretném megcsinálni. A kérdés az, hogy mennyi időt fogok szánni rá, szakítani rá, de tök jó lenne tényleg így az újdonságokat megnézni. Hát mindent, ami a játékban van, kivéve az Über Lili, tehát azt most még így Season 2-ben, azt most még így nem akarom megpusholni. Dobtatok is clan requestet? Már is. Tessék. Úgyhogy srácok, köszi szépen a figyelmet. Sorry azoknak, akiknek sok volt a rinya. Valószínűleg nekem is amúgy, hogyha én néztem volna a mai streamet, valószínűleg sok lett volna a rinya, de nagyon örülök, hogy visszajött a kedvem a Diablo 4-ezéshez. Az event nem valami nagy duranás, de hát valami. Van ilyen is, de nem nagy duranás. Úgyhogy azt még amúgy nem néztük meg. Amiért vissza akartam menni a városba, hogy mennyi csengőig jutottunk. Azt nem néztük meg. Helltide-on van egy csomó? Na, akkor oda kell majd menjek. Köszi szépen. Na nézzük.
innen 7, onnan 6. Ez most már tényleg a szuper úcsó. A szuper úcsó tevékenység. Jó. Ez itt 18 sengő. Pont itt van a szám amúgy alattam. És a 18 sengőből pont nem tudok venni fegyverskin, mert ugye vettem elixirt. De például meg tudnám venni az aspektet. De hát végül is amúgy attack power, tehát hogy amúgy lehet, hogy jó lenne a buildbe. Csak szerintem nem tudnám hova rakni. Mondjuk talán egy gyűrűre. Bár valószínűleg a sacrifice bónusz jobban adja, mint ez. Szóval valószínűleg amúgy azért nem tudnám használni. De amúgy, ami itt van, minden klassznak saját backtrophy, minden típusú fegyvernek egy kozmetik, és ugye az aspekt, egy, hát ugye armorok, meg gemek, meg mit tudom én, de ez az elixir, ami valószínűleg nagyon megéri. Ja, úgyhogy innen folytatjuk már, srácok, mármint hogy valószínűleg nem ilyen szinten, de hogy a következő Diablo stream az majd januárban lesz, és akkor let's go level 100, és Season Journey teljesítés. Így összességében amúgy élveztem. Örülök, hogy a capstone is sikerült, örülök, hogy a damom az még mindig nagyon jó. Még ami ugye annyit lehetne csinálni, hogy ellenőrizzük, hogy milyen lett a damom, hogy ugye legutóbb Nightmare Dungeon 13-at mentünk, most szerintem amúgy ilyen 25-30 is mennem. De ez most már nem, mert tényleg ez volt az utolsó dolog, amit így akartam megmutatni, hogy mit tudunk még venni.